Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ezen most már vasárnap hajnalon, vagy hétfő hajnalon inkább, hiszen már elhagytuk éjfélt is. A Dignitas és a Cloud9 nem bírt egymással, egy-egy lesz tehát harmadik mérkőzésünk is. Én Livius vagyok, szervusz Buci! Szia Livius, én is üdvözlök minden kedves éjszakai baglyot, aki még bírja itt a gyűrődést Észak-Amerikában, és a gyűrődést bírja a Cloud9, illetve a Dignitas is. És aki a másik streamnek az eredményeit nem szeretné tudni, akkor az most halkítsa le a streamet, vagy ne olvasson szájról. Ugyanis a Team Liquid a Phoenix One ellenében 2-1-re nyert. A másik meccs pedig még tart. A Liquid megtáltosodott, ők is lovacskák, ugye? Nocsak. Úgyhogy egyelőre Slushy, középsősvény, meg ilyenek, tehát azért vannak ott is váltások és változtatások. De itt majd a Dignitas, illetve a Cloud9 fog egy végső nagy összecsapást lőni. És én azt gondolom, hogy ez tök jó, mert mind a Dignitas, mind a Cloud9 egyébként egy szép-szép mérkőzést hozott el. És szerintem semmit nem lehet mondani erről a harmadikról. Tehát nem lehet azt mondani, hogy igen, a Cloud9 az erősebbnek tűnik, mert nem tudom, a Dignitas... Szóval nem lehetne most itt búsítani. Egyszerűen aki meg tud indulni, és aki elég jól tudja menedzselni a játék korai szakaszát, szerintem az viheti ezt a mérkőzést. Ennyi. És igazából most mondhatom azt, hogy az első mérkőzést a Dignitas ott nyerte meg, hogy a Viktort meg tudták etetni a játék korai szakaszában, és a másikat ugyanitt vesztették el. Igen. De ez egy nagyon egyszerű és egyenes kijelentés lenne, és nem hiszem, hogy ennyi múlt az egész. Nem, én sem gondolnám, hogy teljes mértékben erről szólt, de az mindenképpen egy sokkal kellemesebb szituáció volt Kinnek, hogy a játék korai szakaszán kapott gyilkosságokat, illetve én úgy gondolom, hogy a Lee Sin az tényleg egy olyan hőse streamnek, akit nem nagyon kéne engedni. Mégis most tudott fordítani a Cloud9, és egy igazi jó kis bulldozer metát láthattunk a felső ösvényen, tehát nem a megszokott régi tankok, ütögeti, meg már még 100 000 év, mire leüti a Galio Agregast, és fordítva, hanem igenis egy izgalmas Renekton fióra párharcot, de a zenéből is halljátok már, hogy a választási és tiltási fázisba érkezik. Ennyit az AP Galio potenciáljáról. De egyébként úgy éreztem, hogy sokkal veszélyesebb Shrimpnek a Lee Sin-je, mint mondjuk Sundaynek a fiórája, legalábbis az előző mérkőzésre alapozva. Úgyhogy megnézzük, hogy igen, fióra már meg is érkezett a tiltólistára, mire befejezem a mondatomat. Felső ösvényre fókuszál a Cloud9, ismételtem ugye kék oldalról, mindkét csapat piros oldalról tudott nyerni ezen a mérkőzés keretein belül, vagy a BO3-as szérián belül, és Caitlyn-t tiltanak ki méghozzá Altekkal szemben. A Zach LeBlanc tiltás után pedig Kennen érkezik, abszolút Kennen egy 100%-os Froggen már streamel. Jó, hát igen, ők 2-0-ra kijátszották magukat. Most mondjam azt, hogy valahol nyernie is kell? Gonosz vagy most már egy éjszaka. Igen. Hát, hogy ahogy az éjfélt így elhagyjuk, egyre gonoszabb és gonoszabb leszel, kedves? Előjön a való én, nem tudom, nem tudom fenntartani az álcát. Aha, értem. Na mindegy, Froggennek nem volt elég a mérkőzés, még streamel egy kicsit. Sunday pedig hoz meg ennek egy Gragaszt, és egy Varus Altek kezeibe. Ha már gonoszságról beszélünk, eddig bárkinál volt Varus ezen a szérián belül az veszített. Ha már statisztika. Ja jó, értem. Ezzel függetlenül Altek bízik ebben a lövészben, ugyanis rá érkezett tiltás a Cloud9 részéről, míg Sneaky akár hozhatja azt a Jint, akit még anno tényleg ő kezdett, és ő volt talán az első olyan, aki az a profi szénából behozta ezt a hőst. Azt most itt Európa, illetve Amerikáról van szó. És Sneakynél ott van ismételten Jin, Jensen pedig kap egy jó szindrát. Jensen pedig kap egy jó szindrát, bizony. De mi lesz az ellenfele? Syndra ellen Viktort hozni érdekes lenne, és szerintem egyébként a Dignitas már el akarja engedni talán ezt a karaktert. De nézzük meg, na, Corki, már vártam. Corki simán jöhet, a Flagvesznek volt egy érdekes ilyen háromlövészes felállása, hogyha most Kennent is oda vesszük, hogy így Kennen, Corki plusz talán Caitlyn, de hogy így ilyen, az már lehet, hogy kicsit sok a lövész. Sok a jóból, maradjunk annyiban.
Hát igazán... És nem nyert még idén Corki. No. Még pontosabban Észak-Amerikában. 2-0. Mm-hmm. Ez nem a legmagabiztosabb. De ha belegondolunk, hogy ebből FlyQuest volt egy, akik pedig eléggé halmozzák a vereségeket mostanában, akkor ez annyira nem is vészes statisztika. Corki ettől függetlenül abszolút erős választás lett, és érdekesen rájöttnek a gondolkodás, mondja, hogy mondták, hogy ők szeretnék lövész pozícióba visszarakni ezt a hőst, és ehhez képest még mindig a középső ösvényen látjuk szinte mindig. Hát jó, de akkor tehát, hogy ott az érdekes kijelentés, hogy lövész pozícióba akarjuk ezt a hőst, akkor miért adunk neki még több AP-t? Tehát, hogy így... nem tudom, hogy varázssebzést. Mert konkrétan most már Corki inkább varázssebzést okoz, mint fizikai sebzést. Tehát Corkinak az, hogy a középső ösvényen érkezik, az nem azt jelenti, hogy nem lesz varázssebzés, brutális mennyiségű AP-val rendelkezik a kis Corkink. Blitzcrank következő tiltás, Lee Sin pedig közben megérkezett. Nehogy Shrimphez érkezhessen. Számítanak arra, hogy Sam Neill magának hozta ezt a Gragaszt. És egyébként, ha már Gragaszt és Galiót emlegetted, parancsolj! Itt lesz. Hát, hogyha megint ugyanaz az összecsapás lesz a felső ösvényen, akkor azt láttuk, hogy akár 5 percig is üthetik egymást. Sam Neill és Impact nem nagyon fogják megérezni azt a sebzést, vagy legalábbis nagyon sok idő kell, és ismételten az utolsó körben 4 tiltásban 3 is a dzsungelbe érkezett. Kha'Zix, Rek'Sai, illetve Lee Sin. Helyes. Big Morgana jöhet. Helyes. Már vártam, hogy érkezzen. Ugye elmaradt az előző mérkőzésen, és akkor kérdéses, hogy Smoothie mit fog hozni. Bevállalja még egyszer a trash-t. Egyébként érdekes döntés, hogy kibannolják Blitzcrankot és elhoznak egy Morganát, nem? De mondjuk más nem is nagyon, aha, ezt akartam mondani, más nem is nagyon marad bent, mint egy Thresh, vagy egy Lulu, vagy esetleg egy Karma. Azért ezeket szoktuk, jó, még azért ott van egy Braum is, de Lulut fog játszani Smoothie. Szereti a Lulut egyébként, sokat hozta. Igen. Idén. És amúgy nem is rossz a Varus Morgana ellen a Lulu választás, ugyebár a lekötözésre épül a kompozíció az alsó ösvényen, egyszerűen csak egy vadon szavával túl lehet élni addig, amíg el tudsz menekülni onnan. Te emlegettük Rengárt a mai nap folyamán. Parancsolj. Jó, itt van. Moon játsza még Rengárt, ugye beszéltünk Chaserről, és most már Contrax is visszahozza. Kíváncsi vagyok, hogy milyen kromával fogja ő ezt játszani. Uh-huh. Így mindig meg rökönyödnek az emberek, hogy mi ez az új skin. Hát nem a skin új, hanem egyszerűen csak megkromázták őket. Shrimp közben Gragaszozni fog, és a felső ösvényre Renekton érkezik Sam Neillhez. Renekton Galio összecsapás. Na, az mégse Gragasz. Hmm. De ettől függetlenül üthetik egymást, tehát. Lehet, hogy látunk még olyat. Elég érdekesen sikerültek egyébként a kompozíciók. Én örülök neki, hogy Jean kicsit visszatért a metába. Szerintem unfair módon sok nerfet kapott a halálosság gyengítésével. Aha. Igen, ott szegény Jean-t kicsit kivették a buliból. És nem csak a halálosság miatt, de még ott voltak minden másféle olyan igen változtatások, amik. Már egyébként szerintem ugye jó, persze nagyon OP volt az a lassítás az ultián, de hogy már amikor azt levették, már sokkal kevesebbet, pontosabban hozták, csak kevesebb sikerrel, mert már nem tudta jóformán belülni mind a 4 lövedékét. Egy adott emberbe, Kapnak még oda köszöntek, ő visszaköszönt a valószínűleg a nézőtérről ordított valaki. Ez pedig a két csapatnak a felállása, a kompozíciója. Cloud9 kék oldalon, míg a Dignitas piros oldalon fog játszani. És van bőven lehetőség kezdeményezésekre, van bőven lehetőség akár arra, hogy megállítsák ezeket a kezdeményezéseket. És nagyon kíváncsi lennék az alsó ösvényre, ez így jó pofának tűnik. Egy Morganától megint csak várnám a 2-3 szintű kóborlást. Mindenféleképpen érdekes lesz, de még mindig azt mondom, hogy nem lesz egyszerű dolga a sötét lekötésekkel találni. Így van. Egyszerűen Sneaky nem lesz pozícióban, legalábbis hogyha pozícióban lesz Sneaky és sötét lekötéshez, akkor az... Hopp. Let's go Cena! Jól hangzik. És hol vannak a Dignitasosok? Hát a Twitteren.
Ja. Összes tintes szurka nyomogatja a Twittert, hogy legalább 20% meglegyen. Itt szavazzanak, igen. Hát nem, nem. Jó, a Dignitas nem a legnépszerűbb volt Amerikában, ez biztos, de hát most olyanok, mint DSM, a Cloud9, nehéz felvenni a versenyt. Ezzel egyetértek mondjuk. Kicsi előnyel indul mindkét csapat, ha lehet ezt így mondani. Hát de például az Immortals mennyire jól berobbant Észak-Amerikában annó. Tehát jó, hát az a kicsit ilyen összerakunk egy csapatot csak híres és jó neves játékosokból. Aztán azóta is persze volt már kisebb-nagyobb hullám völgye az Immortalsnak, de jelen esetben például vezetik az amerikai tabellát. Azért az nem rossz. Hát igazából, ha a szurkolók szempontjából nézem, én még nem hallottam olyat, hogy ez egy sportban szimpatikus volt a szurkolóknak, hogy összevásárolják a nagy sztárokat, és ebből egy jó csapatot összeraknak. Tényleg? Egy teljesen ismeretlen csapatba. Korábban. Ja, jó, oké. Okay. Úgy, hogy persze alapvető szurkolóbázis is történem, úgy jó. Működik. Én már akartam így kérdezni, ezért a fociban van egy hét olyan csapat, aki összefakol. Nem tudom, mire gondolsz. De ezen felül az Immortals most abszolút nem elmondható róla, szerintem, a felállásáról. Most már nem. Főleg úgy, hogy Pobikán maradt ugye tavaszra, és kiesett mindenki mellőle. Szegény Pobit mindig elkapott. Szeretem Pobikámat azért. Azért tudok néha ideges lenni rá, mert látom, hogy így most éppenséggel nem megy, de mostanában meg pedig megy neki. Tehát, hogy tavasszal volt valami nagyon, nem tudom, ilyen furcsa Pobelter betegség, közben kinkapja az áldást. Ez olyasmi, mint amikor rossz ilyet kap a kisgyerek. Csak az anyuka szeret, csak nem ezt várta. Igen, aha, igen. Értem. Számdése biztos, hogy ezt várta, hogy szint hátrányban kell küzdenie. Hát igen, a kapuorgálióval. Ráadásul, igen. Szimpek ott hagyja. Ezt mondja, hagyja békén, vigyel a farmot, én meg őrszemezgetek, meg elleszek, ahogy csak tudok. Sneakék pedig vidáman farmolgatnak, amíg áltakék ezt végignézik. És a távolság, illetve a piszkálódás miatt Sneaky tökéletesen hozhatja a Dorán pengés kezdést. Ezzel szemben álltaknél a pajzsban. Most már az is olyan szinten átalakítás, vagy legalábbis kicsit a dráguláson ment keresztül, hogy azt gondolhattuk volna, hogy nem feltétlen lesz olyan sok, de azért mégis, na ez meg már ott úgy... Ez így most kellemetlen, hogy a Sunday folyamatosan megeszi az összes varázslatát Impactnek. Hát eléggé. Ehhez képest most ő az, aki az esvényen előre nyomulhat. Jensen pedig, aki kábít hatott volna, viszont nem találta el a kis labdával kint. És kelleni fog Korkinak a hetes szint. A hatos szint rettentő. Mi van hetes szinten? Ja, igen, nem tudok valamit. Nem, a hatos szint mindenképpen kelleni fog neki, hogy folyamatosan tudja. Időben kéne nyesni. Szép a felbőszítés, Sunday éppenséggel villan, viszont kérdés, hogy túl élheti-e. A válasz pedig az, hogy igen. Így van. Szép. Jó játék. Pedig az elképzelés nem volt rossz a Cloud9-tól, hogy felbőszítés alatt villanok, és még villan contracts is. Összességében két villanás az egyért csere történt. És haza fognak térni, Sunday teleporttal, még kíváncsi vagyok, hogy Impact is teleporttal szeretne eljönni. És mivel eléggé nehézkesen indult Sundaynak ez az ösvény, ezért egy jó kis aratást vásárolt magának. Impact pedig szintén teleporttal jön majd ki, de egy gyűrűnél többre hát nem nagyon tudott ő se beruházni. Gyűrű meg egy visszatölthető itóka. Viszont most talál a kábítás, uh-huh. Jensennek nem maradt több sebzése. Innen pedig volt végső menekülési terve, Valkür névem. Uh-huh. Még viszont megkapja a kivirágzás, szép a lekötözés elől a táncolás Sneakytől. És a negyedik lövés... 161. Szint hátrányban jelen esetben csak smoothie áll. De ő támogatgatni fog folyamatosan, most már ő is befejlődi a négyes szintet, és Jensen nagyon jól tudott farmolni a játék korai szakaszában, ezt mondjuk várhattuk is egy Korkival szemben, aki kifárasztással rendelkezik, ne felejtsük el, kettő darab kifárasztás van a Dignitasnál, így a berepülő cicust ki lehet fárasztani adott esetben, vagy egy jó szintre végső képesség ellen is jó lehet.
Nem pop-pop-pop, megkapja a lekötözést, a kifárasztás, kivirágzás egyenesen a pajzsba megy, így éppenséggel mind a két lövész túlélte, viszont az egyik gyógyított, illetve mind a ketten gyógyítottak, viszont villania is kellett Smutinak, hogy időben elérje a kifárasztással álltaket, hogy ne tudjon elég sebzés kiosztani. Sőt, Smuti égetett, égetett igen, hogy ne tudja gyógyítani. Okay. Ja, ja. Szóval ezért kettő darab idéző képességet használt, így ez a szemben Bignek még van egy villanásra, Contrax pedig a középső ösvény felé érkezik. De csak bekukkantott, nagyon szép. Igen, megvan a végső képesség, viszont ez nem elég kínre. Én nyugalomban. Null varázs köpönyek, hello. Ja, ja, Mizu haver. Tudod, mi lesz abban? Persze, átoknyelő. Átoknyelő, hát mi más? Kell is. Hát most kötelező. Így viszont viszonylag későn készül majd el a háromság hatalma. Szóval azon gondolkodtam, hogy nem értem a koncepciót. Ez egy cowboy elvileg, Jinne, nem? Ja. Ezzel a hős kinézettel. A cowboyoknak nem hat lövetőjük volt? Hát azért az eléggé OP lenne, hogyha minden hát más... Legyen alapból hat. Ja, értem. Ha már csinálnak rá egy cowboy hős kinézetet. Ja. Figyelj, beszélj a Riot Support-tal, hát ha... Hát szerintem eléggé kellemetlen választ kapnék egyébként. Jensen pedig távol tudja tartani kint a farmtól, és ez a legfontosabb, hogy ameddig nem tudja spamálni, most már ugye tudja spamálni a rakétákat, de azzal kéne valahogy Jensent picit lesebezni, hogy ne legyen ennyire nagy ráhatása a középső ösvényes Syndrának. Shrimp érkezne, Jensen érez itt valamit. Igen, ezt akartam kérdezni, miért nem jön Shrimp? Tökéletes pozícióban vannak, hatos szinten mind a ketten. Jensen végső képessége nem elérhető, tökéletes rajtaütési helyzet. Shrimpnek még villanása is van, hogyha ezen múlik, maximum kiszedik Jensenből is. De megint nem érkezik. Nem. De hogy miért? És lemarad egyébként erről a pirosról is, hogyha már lopásra akart érkezni. Hát Shrimp most jelen esetben visszavonul a saját a dzsungelébe. Ki pedig nehezen, de tartja a lépést Jensennel. Egyelőre rajta ütés, csak a felső ösvényen volt még hozzá Contrax-től. De egyikőjüknek sincsen még egyelőre villanása. Aha, piros lopás. Shrimp készül. Shrimp büntetés. Ez annyira imádom. Ez annyira stílusos. Ez egy szép. Shrimp büntetés volt konkrétan. Állj a sarokba, Shrimp. Vörösszöder hát nélkül fogsz felnőni. Legalábbis, ha megetetik. Ezen a ponton viszont sikerült Contrax-hez előnyt juttatni. Viszont aznak köszönhetően, hogy Contrax, illetve Jensen fölmentek az északi részének a pályára, így a déli dzsungelét a Cloud9-nak a Dignitas teljesen kiörszemezte. Ez azért le is lehet fontos, ugyanis pokoli sárkány az idézők szurdokában. Van csomag kinnél, tehát itt is lehet majd biztosítani esetlegesen egy sárkány elhozatalt. Ugyanis ez valószínűleg kellhet majd. Mind a Dignitasnak, mind pedig a Cloud9-nak kéket Jensen kapja meg. És ezt meggondolkodtam egy pillanatra, hogy Contrax mire vár, hiszen Korki nagyon messze van. Aztán így összeraktam, hogy valahogy nem stimmel a dolog. Kín viszont legalább annyi előnye van most már, hogy ki tud menni az ösvényére farmolni. Ki tud menni az ösvényére farmolni, meg jól is tartja magát, és oké, a csomagot nem használta el a sárkány környékén, de legalább a hullámot, a minion hullámot így nagyon gyorsan fel tudta tolni. Ennek köszönhetően Shrimp mellé érkezik. És meg a rálátás volt a Cloud9-nak. Hát, semmi. Minusz kettő. Ingyen pokoli sárkányos újtás nem a legtökéletesebb, de mindegy is. Contrax a krugokkal van elfoglalva. Bónusz 8% fizikai és varázssebzés Dignitas jussa. Felkete hasító bárdot pedig majd Sunday szeretné megszerezni. Bigék nagyon jól jönnek ki a kivirágzásból. Ez a hang, emlékszel még erre a Korki hős kinézetre? Persze. Megvan még, hogy mire gondolod? Mármint. Nincs meg? Amikor Pierce játszott ezzel egy aramon? És?
Hát és folyamatosan spemelte a nevetést nekünk. Ja! Hogy... Jó. Hogy megvan? Büntetni szeretne a Cloud9 még hozzá úgy, hogy talán még az első toronyra is forduljanak vagy Big. Vagy Bigre, aki kap egy oldag sebzést. Smoothie-val viszont nem biztos négy felvonás. Big villanja az elsőt. Állták neki védeni, viszont az első gyilkosságot kontrakt szerzi. Meg Impact is itt van a buliban. Someday nincs jó helyzetben. Someday egészen halott, annyira rossz helyzetben van. Áltakért pedig be fognak menni öt emberrel. Semmi kétség, jó oldag sebzés, Áltak meghalt. Most jön meg Keen. Nézzük, mit kell áldozni ezért a Cloud9-nak. Tudod mit, buci? Semmit. Idézői varázslatokat maradjunk annyiba, tehát hogy azért az rettentő sok mindent. Tehát konkrétan Sneaky és Impact villanásán kívül kiment az összes. Jó, akkor életet idézői varázsló, de életet nem kellett pontosan, de ez is jóformán csak annak köszönhető, hogy Sneaky gyógyított, így Jensen nem kapta meg a toronyból az összes sebzést, illetve majd nézzük meg, hogy Contrexet Smoothie fogja majd megmenteni egy végső képességgel, aki egyrészt Contrex egy picit hát megy, Smoothie-nak Morgana végső képességből kell kivillannia, Impact érkezik, majd utána végső képességet is használ. Context visszaugrik, de rögtön őt kezdi el fókuszálni a torony. És nézd meg, ez itt még szép, átütő nyilvessző, de Lulu végső képesség megkap, Jensen villan, majd kapja a gyógyítást Nikita. Úgyhogy jó volt, de nagyon sok mindent áldozott a Cloud9 ezért. Viszont három gyilkossággal már rendelkezik a csapat. És ebből kettő Jensen kapott. Lehet, hogy Keennek mégis lesz elég az átoknyelő és a kifárasztás is kell lenni fog ahhoz, hogy túléljen egy kombót. Ez ilyen gyengék szétszórása már cheap. Nem tudom, mi történt. Örszem takarítás volt? Még akár az is lehet. Nem, a közönség szerintem... szórakoztatja magát, az hullámzás. Vagy valaki szórakoztatja a közönséget. Lehet, hogy van ilyen... Igen, ez hullámzás. Biztos, vagy valami ilyesmi. Kár, hogy nem kapunk róla képet. Igen, amúgy nagyon jó lenne, hogy látnék is. Mindegy. Első toronyra fordul közben a Cloud9, de rögtön a Dignitas is válaszol. Két lövész lövi folyamatosan a tornyot. Tehát azért Jensen még le tudja szedni itt ezt a kis minion hullámot. Így viszont Sneaky fogja elhozni, hogyha rá nem érkezik. Nem, rá nem érkezik semmi. Sneaky elhozza a tornyot. Magyarul első gyilkosság, első torony. A Cloud9 oldalán az eredménye egy jó kis 3000-es aranyelőny. Az első tornyot alapvetően azért a Dignitas nehezen szerzi meg összességében. Bully van közben, Bully van a lépcsőházban, Impact ugrik be, viszont nem tud sebezni senkit, még egy szétrobbantja Jensen az abolátlan erővel. Nem tudja felbőszteni Keent, viszont remek a gyengék szétszórása, de lekövetés nincsen. Stream megjön, majd távozik, hiszen rájött, hogy itt már nem sok mindent tud csinálni. És így kell játszani Syndra-val, mész előre, mindenfele kábítasz és sebzel, aztán hogyha meglátod, hogy ki az, akit le tudsz egy jófanomán vánsatolni, akkor rányomod ki. Bárkit, aki nem tank. Igen, azért is ezért volt tökéletes, hogy Biget tudta kiszedni. Kettő torony már így a Cloud9-nel és Impact érkezésével az alsó ösvényen is meg lehetett állítani, de nézzük a visszajátszást. Nagyon jó helyről érkezik Contracts, aki megkapja még Lulu végső képességét is. Impact pedig menne előre a felbőszítés gyönyörű szép Keenre, oldalról pedig láthattuk azt, ahogy Jensen tökéletes pozícióban tudta eltüntetni Biget. Keen fél életerőn van, azért az nagyon kevés, főleg egy kis korkival. Ugye fontos információ volt Jensennek, hogy Bignek nem volt sötét pajzsa, mert elhasznált előtte Keen védelmére. Így egyszerűen csak felrobbantotta őt, és nem nagyon tudott vele mit csinálni. Big. Hát, hogy ezért is akarta kiszedni, hogy ne legyen több sötét pajzs a harcban, mert abból elege volt, amikor olyan nászott, szerintem azt megérezte. Ezért is lehet jobb színra, mert oké, hogy sötét pajzs, és oké, hogy levédez bizonyos képességeket, de Oriannának, ha levéded a vonzás hullámát vele, akkor az egy nagyon erős fricska. A végső képességét Jensen nem fogja elnyomni addig, miben van a sötét pajzs, az biztos. Az igen. Keen, egy pattanó lövedik plusz egy toronylövés. Szavasz, fél HP. Használni is kell rögtön a romlás italát. Megvan az első torony a Dignitasnál, középső ösvényen, ott tudtak reagálni eddig, és lehetne még egy tornyot elhozni méghozzá az alsó ösvényen. Arra fele is fordul egyébként a Dignitas, nem véletlen, ugyanis az alsó ösvény felül
majd a dzsungelbe érkezik a sárkány, ismételten pokoli sárkány, ezért viszont a Cloud9 már szeretne szerintem beleszólni, vagy... Mondjuk úgy, hogy kell nekik. Bele kell, bizony. Nem is ezért használja a vadászat izgalmát. És már jön előre, Big azonnal lekötözi őt, nagyon szép jön a négy felvonás. Biget kell védeni, viszont a kávítás miatt nem tud Shrimp mit tenni, így Biget leszedi hátulról Sneaky, gyönyörű játék. Nagyon szép volt. Elég volt csak kettő ebből a négy felvonásból, és már is nincs egy Morganája a Dignitasnak, míg a Cloud9 emiatt tökéletesen tud fordulni. És ismételten eljátsza azt a Dignitas, hogy kiörszemezi a déli dzsungelt, minden rálátásuk van, csak nem onnan jöttek a Cloud9-osok, hanem egyszerűen hát igen, fura oldalba kapták őket. És Contracts pedig nagyon szépen kezdeményezett. Toronyra fordul időközben Smoothie Sneaky párosa. Felhasznál egy kéket Sneaky, hogy biztosítsa azt, hogy bizony ez a torony is meg lesz. Nincsen külső tornya a Dignitasnak. És sárkány előnye sincs már a Dignitasnak. Sőt, igazából semmilyen előnye nincs ezzel a helyzettel. Talán, hogy a Contractset meg tudjon, hogy Sneaky, viszont ehhez lesz impactek is egy-két beleszólása. Ott van a lekötözés Bigtől, aki villan, viszont Contracts így is elporlad. Sunday az ki jó adag sebzést impactre, akinek kérdéses, hogy túlélje, ki nem ő kapja gyilkosságot, a Vér Morganá. Kettős gyilkosság, Bigen. Viszont ennek köszönhetően, hogy megölték Contractset és még impactet is, még egy olyan célpontot lehet elhozni a Dignitas számára, ami a toronyok rombolásában segíthet. És pedig nem más, mint a hírnök. Felső ösvényre pedig Someday viszi a minionokat. Oda is kellene egyébként egy kis segítség, mert nekik ott már ugye nincsen külső tornyuk. Ez nagyon szenvedős egy hírnök volt. Nagyon. Oké, hogy Morgana meg Ragasznak nem kell gyorsan leszedniük, de hát volt két lövészük. Nem hoztak el ebből semmit. Sem tornyot. Hát majd a hírnök kell megoldani. Én értem, de akkor miért nem küldtük oda az egyik lövészt? Oké, egy farmod. Nem mindegy. Megvan a hírnök. Ez nem kívül több célpont nincs. Az a baj, hogy mindkét lövész le van maradva farmban. Tehát nekik muszáj volt most kimaradni az ösvényen. Nem nagyon lehetett azt a luxust megadni, hogy a hírnökre segítsenek. Mert az már luxus lett volna. Tehát mondjuk egy Sneaky kimehetett volna a hírnökre, mert brutális, amennyi minionnal vezetni képes. Mik pedig magát palsolta le egy pillanatra. Ezen a mérkőzésen gyakran csinálja ezt egyébként. Hát, sokszor fókuszban van. Hát mondjuk... Smoothie kapta pirosot. Ó, oh, tényleg. Hát végül arra, is. Egyébként Luna se rossz. Annak örülhet ott az amerikai közönség. Ki tudja menni, hogy mikor hullámoznak és mikor csak szurkolnak. Egyébként Lulnak se rossz. Még jobban. Hát átállt, átexpides Lulu. Ennyi. Ojoj. Elegáns tánci volt Sunday-től. Átalakítva. Semmit nem lát a Dignitas. Agresszív őrszemei vannak jó formán. Viszont a saját dzsungelükben csak a felső ösvényre látnak rá, hogy odaérkező Cloud9-osokat. Viszont hogyha ott vörösszederhetne, vagy bárhol egy jó kis csapdát eszközölne a Cloud9, az bizony nem látná a Dignitas, bár kinnél is közben egy távolba látó gömb készült el. Impact találkozik ösvény ellenfelével Someday-jel. És ennyi. Pacsiznak egyet, aztán szavasz. Az impactben is van sebzés. Jégkesztyűnek köszönhetően. Gyors kezdés egyébként, ez is jégkesztyűvel egyből. Háromság hatalma pedig Korkin készült el időközben, és a varázsszűp előtt vásárolta meg, ez mindenképpen jó. Illetve egy megszokott építkezés Korkiknál. Jöhet még minden, amit akarsz. Határtalan pengétől keresztül. Ha akarod, akkor még statikot is vehet az a Korki. Ajj, villanás felbőszítés, és érkezik közben hátul a Contract. Sebzés óriási, mint Sunday kap, a végső képesség indokolatlan volt Impact-től. Hát szerintem azt tudod, miért csinálta Impact. Hogyha Sunday mégiscsak menne, hogy tornyot hozzon legalább, hogyha őt megölik, akkor a toronyra ne legyen sebzése. Oké, de egy rajtaütésnél a tornyot védeni
Na mindegy, személyen jött onnan, nem lett meg, és a torony is le fog dőlni a közeljövőben. Csak már nagyon régóta olyan kevés életerőm van már az a torony, tehát végül is így sikeres volt a mentés, mármint a toronynak a megmentése. Hát, oké. Oké, Sundayt nem tudták megölni, de attól függetlenül a felső ösvényre most Szurdok hírnöke érkezik, amit rögtön szeretne védeni Sneaky, és azért ő tud már belesebezni. Igen, hát nem lesz meg ez a torony. Ez a torony sem ez lesz a, ez a kihasználása a hírnöknek a teljes mértékben nulla. Tehát hogyha legalább maradt volna Shrimp, vagy valaki, vagy akkor adjuk oda, nem tudom, lök... Nem nagyon volt már idejük. Muszáj volt elakni. Maximum egy ilyen 30 másodperc maradhatott hátra, és Shrimp nem... Tehát, ha bármelyik másik ösvényre megy, egyszerűen még kihasználatlan lett volna ez a hírnök. Hát arra már ideje nem volt, hogy lemenjen. Még egy pokoli sárkány. Korrekt. 3-ból 3 eddig a pokoli sárkányoknak az idézése, vagy legalábbis a megjelenése az idézők Szurdokában. Imnek pedig Impactnek védenie kell ezt a tornyot, ameddig csak tudja. Mert battyog rádió, mi? Azaz. Battyog. De régen hallottam már ezt a szót, hogy battyog. Hát de tényleg, hogy... Jó, de ez jó, ez tetszik. Battyog. Örülök, hogy tudtam egy kis fényt vinni az estétbe. Abszolút. Na. Aha. Na, akkor nézzük, hogy mit csinál a Cloud9. Mit csinál? Mint egy kis miszkommunikáció lett volna, akkor ez befele úrik, de ennek a végedmény álltak szétrobbantásra. Konkrétan menekül, a Dignitas Biget is szétrobbantják közben. Jöhet a sebzés a halálnégy felvonásából. Az, hogy halott Gregász, a bola után ugorhatsz, ahova akarsz, babám, kiint még éppenséggel kijön. Semmit nem tud visszaadni. Jó a lekötés, jó a bola, jó a sebzés, jó a kábítás, jó a halál. Kiin is meghalt. Sandy pedig ott áll a sarokba, vagy legalábbis a dzsungelbe, és így, na, most be tudok menni, jaj, egy gyilkosságot csak el kéne már hozni. De hát nem tudok, hát mindenki ott villog, Contrax-től kezdve Smoothie-n át, és nem tud mit csinálni szegény Sunday. Hát fog, be fog menni. Be kell, hogy menjen, meg kell próbálnia valahogy, ellövi a végső képességét, most kéne szépen robbani, de az jó, nagyon korai. Jó, a sebzés nem rossz, Sunday viszont... Nagyon korai volt. Oké, Impact meghalt. Impact hát... halott. Ennyi, amit Sundayhoz tudott tenni most. No, de visszajátszás. Nagyon jó kezdeményez Contrax, ugyanis ez megteheti, ott van vele egy Lou, illetve egy Galio, és Alteket pedig Sneaky, Jensen párosa tudja eltüntetni hasonlóan Bighez. Ezt követően pedig az a bola gyönyörű, innentől kezdve. Hát Sneakynek le van készítve a gyilkosság. Dignitáá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 á
a Barandasor 47, állteket pedig le kéne szednie kontraszek, viszont a sebzés jó, a lekötés szintén Jensen villan, aztán zabolátlan erő, jó, még mindig amit kihagy, Jensen pikk fel fog robbanni, Keen viszont ki tud ugrani a Valkyrrel a lövés elől, viszont a kábítás elől már nem, lekövetni nem lehet, a kicsi alakás megérkezik, stream, mi a terv? Tehát egyszerűen darabokra fognak szedni, Sticky villan és negyedik lövés, micsoda játék, őt is lelövik, csak Someday marad életben megint. Aki most érkezett ide, tehát úgy harcolt a Dignitas, hogy... Sehogy. Sehogy, pontosan. Tehát kontext az, hogy beugrik és úgy lop Baronna sort, hogy nem kell sújtania, mert Shrimp elsújtja magát. És 47 életen, hogy alaptámadásra vitt el. Így van. Lekötésben, 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 lekötésben. A Morgan a másik oldalon van, srácok, rossz a forgatókönyv. Amikor a Krokit átválasztotta egy aranyos kis cicává, annak az a végeredménye, hogy belehal. Sneaky Man óriási sebzés van. 7-0-5, kedves Buci, pontosan annyi, mint Jensen egyébként. Az Inhibitor is megadja magát a Cloud9 bulldozere előtt. És ugye most mi volt? Jensen kapott egyébként pár gyilkosságot a játék nagyon korai szakaszában, azért őt tudták megindítani, ez pedig itt a visszajátszás, kihúzzák a sárkányt, Shrimp, idejön, 47. 47, ezt mondtam, igen. Tehát ez. Majd utána lehetett fordulni, oké, Contrax meghal, és tehát addigra jóformán kimegy minden olyan lehetőség, ami sebzésben benn van. Kifárasztás és pajzs, és semmi. De hol Jensen, volt a sötét pajzs? Rajta, Alteken. De a sebzés az sebzés. A sebzés. Az pure sebzés. Sneaky, kifárasztva. Nem rossz Keennek a kis piszkálódása.
Csak kevés. Egy, kettő, három, nulla. Ajajajajaj. Sebzés nem rossz kontextről, de nem elég. Azért Big is megijedt egy kicsit. Pályán kívülről lövöldözi le a Cloud Nerdignitást konkrétan, tehát... És távolról tudnak kezdeményezni, ez a legviccesebb, hogy távolról is tudnak kezdeményezni, mert Sneaky vagy Jensen teszi ezt meg. Ha pedig közel kell menni, akkor ott van Contrex, bemehet, mert van Lulu ulti, bemehet, mert jön Impact rögtön rá egy Galio hősi belépővel. Tehát azt csinál a Cloud9 ezzel a csapatkompal, amit szeretne. Amláslánca, Smoothie most jó pozícióban van, viszont Galio az, aki fog fel minden sebzést. Akinek nincs elég manája, az inhibitort próbálják védeni, hiszen de ilyen még ott az a legyőzhetetlenség. De az inhibitornak le kéne dőlnie, a lekötözés végül is eltrálja impactet, de ezen túl sokat nem tehet hozzá. Szóval alapvetően a Cloud9, ha arról van szó, akkor azt csinál, amit akar. Úristen! Hagyjuk. Ez... Presser pici örül, tehát... Hagyjuk már. Jó, hát ez... Hagyjuk ez, már, ez három és fél... Tehát ez... Három tárgya van Szindrának full kézben. Ezzel szemben, nézd meg, egyrészt Kinnek ugye kellett egy átoknyelőt építenie, tehát az valamilyen szintű hátráltatása a Karki fejlődésnek. Tehát van... De ez egy van shot volt. Igen. Big, hát... Jó, oké, három képességet használtál, hogy meg tudja ölni. Aláírom. Ami egy végső képesség volt, de hát akkor is. Csomagot pedig egy dellőre jóformán csak úgy láttunk kihasználni, hogy minion farmra vagy menekülésre menjen el, pedig ez tök jó lenne még akár kezdeményezésre is. Hát tudod, mint ezt nem szép B betűt le tud írni. 7300 barom powerplay. Hagyjuk. 13000 arany hátrányban, 14000-es arany hátrányban te nem fogsz kezdeményezni. Nem nagyon. Olyan Sneakyvel és olyan Jensennel, amivel a Cloud9 rendelkezik, és azzal, hogy folyamatosan terrorban tart Contrex, már csak ahogy, nézd meg Biget, nézd meg mit művelnek vele, villan még előre, végülis a robbanékony hódon nem rossz, Smoothie azonnal kivillan a torony alól, és Shrimpet takarítja el, ez volt az egyik tank, kedves buci. Ennyibe telik neki leszedni, meghal Renekton is, meghal az egész Dignitas esélye arra, hogy elhozza ezt a szériát. Végül is Contrex megint beáldozza magát, és Muti is meghal. Keen egyedül marad, de ezt nem fogja tudni megvédeni. És a Korkiátok tovább él, ez valószínűleg 0-3 a statisztika. Sneaky ezt egyedül is be tudná fejezni, és itt van még vele Jensen és Impact. A Nexus védő torony le fog dőlni, a Nexus... Hát mondjuk Big érkezik vissza, de meg lennék lepődve, ha ezt meg tudnák védeni. Ez a Nexus ledől, akkor kiálltok, marad 0-3. A sőt, kérdés még lehet, hogy 0-4, mert FlyQuest is hozott egy Korkit, csak azt most nem tudom, hogy ott mi áll a mérkőzésem, vagy hogy. De a Cloud9 rettentő magabiztosan hozta le ezt az utolsó meccset. Mi volt az első meccsen? Viktor megetetés, Lee Sin, Shrimp. Jó, igen. Hello, Shrimp, Lee Sin. Meg egy fat Viktor. De nem csak ez volt az első ott meccs. Stratégiailag is jobb volt, mint ez sokkal. Most pedig nem azt mondom, hogy a Cloud9 stratégiailag győzött, szerintem ezt most egy V1-es teljesítményekben múltak magasan felül a Dignitast. Tehát abban is egyébként azt talán el lehet mondani. Nem volt rossz egyébként az elképzelése a Dignitasnak az ügyben, hogy így próbáljunk forogni mindig a pokoli sárkányokra, de olyan nehezen mentek például a toronyválaszok is, és ez viszont általában mindegy, hogy 40 vagy nem tudom mennyi élete van egy toronynak, de ameddig áll az a torony, addig nem lesz azon az ösvényen biztonságod, vagy nem lesz előnyöd. Na igen. Így viszont ugye 5-3-ra módosul a Cloud9 statisztikája győzelem és vereség arányban, és ugyanúgy 5-3 a Dignitasé is. A FlyQuest ugyan sikerült. Na, meg tudta nyerni az első mérkőzést. 1-3 a Korki. Ettől függetlenül a Korki teljesítmény 1-4-3, tehát... Az nem a legmagabiztosabb, bár a meccset nem láttuk, és ugye statisztikában nem ítélkezhetünk. Hát tudom, az ott egy mondom, három lövészet. Tehát, hogy Kennen Korki is, még nem tudom, azt hiszem ki volt. De a statisztika. Caitlin. Abban velünk volt, hogy aki ma váruszt hozott ebben a szériában, az kikapott. Ja, és most tíz szomorú vagy. Nem, csak most mondjam azt, hogy én megmondtam.
Mondhat volt, és végül is bejött, de ettől függetlenül nekem nagyon tetszett a Cloud9-nak az a az elgondolása, hogy jó, tiltsatok ránk, tiltsatok igazából kontrakt ellen mindent jóformán, akkor hozok egy Rengárt, úgyis van egy Lulum, ami nagyon jó választásnak bizonyult most, mert most, ja, elérhető volt a Thresh, és nem hozom el Morganával szemben. Viszont ezzel a Luluval pedig pont azt tudta elérni, hogy a beugró kontrakt ne halljon meg olyan gyorsan. Hány szemetette meg? Nagyon. Meg beugrott, érted? Beugrik, Lulu ulti, a szevasz is. Az már bőven annyi idő, hogy tudjon érkezni Impact Gálióval. Hát vagy gyengék szétszórása, kivirág. Tehát, Fel tudták építeni igazából a csapatharcokat. Ez egy felépített kompozíció volt. És ilyen lépcsőzetes, ha lehet ezt így mondani. Tehát, hogy megvolt az első lépcső, Contact ulti, bemegy. Arra jön a Lulu ulti, arra jön majd Impact, arra jön még a sebzés. És távolról pedig tökéletesen tudott sebezni. Hallgassuk meg szerintem Jensen. Interjúját. Köszönjük is el, és akkor utána, vagy csak még jöjjünk még vissza. Hát szerintem köszönjünk el. Jó, akkor Jensennek átadjuk a szót. És köszönjünk, hogy velük tartottatok. Addig is jó éjszakát. In the early game mostly, so it was really hard for us to like